Köszönöm, hogy eljöttetek. Nem is tudom, hogy a hányadik látványtári kiállításra. Percekkel ezelőtt mondta egy múzeológus barátunk, hogy ehhez a kiállításhoz valami vezetőt kellene szerkesztenünk, mert a mai 20-30 évesek valószínűleg semmit nem értenének belőle. Hát én ezt nem tudom megítélni, de elfogadom. Hát szomorúan, de el kell fogadjam. Ő nyilván súlyos tapasztalatokkal megtámogatva érzi így, illetve mondta így. Csak tényleg tájékoztatásul, mert nem érdektelen, hogy erre a kiállításra 7 év óta készülök konkrétan, viszont 1986 óta gyűjtöm az ehhez való anyagot. Gondolhatják, hogy a töredékét sikerült ezeken a falakon és vitrinekben most bemutatni, de nagyon örülök, hogy ez is sikerült. Nézzünk bizakodva a jövőbe. Körülbelüli 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen, azt jelzi majd a harangkongás, néhány aggastyánnak könnybe lábad a szeme. Valóban, az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűtt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derék zsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz. Most oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és hát itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem, eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben jehudi menuhina csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó, a háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Ma egy ilyen pazar kiállítása szabadság derűje ad okot a reményre, ami utoljára hal meg, ha egyáltalán. A született civil a sarokkő.
Ezt a Vörösvár Jákos mondatot tekintsük mottónak úgy-e malomban, mint Isten más malmaiban. És emeljünk kalapot a kiállítás rendezőművész előtt, hogy ezt a fenomént, e hazafias kiállítást megalkotta és a magyar köz szeme elé bocsátja. Lesz rajta mit nézni, olvasni, borulni és derülni? Rajtunk. Látjuk majd körüljártunkban, hogy körül vagyunk járva, sokszor, sokfelől és féleképp, bár arra nincs rövid válasz, milyenek is vagyunk, s mik vagyunk. Vidámak, szomorúak, sőt vímorúak és szodámok, egyszerűek és bonyolultak, akár a többi nép. Átlagosak és sosem volt bokréták az Isten kalapján, mi magyarok. Inkluzíve magyar emberek, kik voltunk polgárok is a magyar piári verziumban, voltunk sok minden, faj, baj, kar és elvtársak, rút szibarita vázik bezárólag. És leszünk is, hogy maradjak a többes szám első személynél, sem okom, sem jogom kivenni magam a mi magyarok közül, bár nehéz-e pátosszal mit kezdeni a közösségével, amit az ember tud, de ritkán érez. És a magyar emberekkel se volna nyelvi természetű bajom, hogy egy Huszeredből idézzek, ha nem hallanám ki belőle a falsot, mintha magyarok mindenki lehetne, de magyar emberek, nos, az valami kiváltság volna, a rögös túró legfelső foka. Nem tudom, a túrónál nyilván van egy mérőszám, hogy mikortól túró, pláne mikortól rögös. A magyar esetben ez az én szám, az önöké, mindazoké, akik beszélnek a szájukkal. Viccelhetnék, állítsátok meg Arturo Rudit. Robbantó zsinórral befont demizsonok békemenete igyekszik az ajtó felé, ami fölötte kiállítás emblémája gyanánt, Baktai Patrícia Előre magyarok című munkája látható, két trikolor gyorcs múmia, abból az időből, mikor Egyiptom is magyar volt. Lesz, ha a világ esze, celeb esze, ki több tárlóból, több példányban tekint ránk, így és ennyire tudja, hogy merre van előre egy két kulacsos hintalovon. Látjuk, mire jó egy stratégiai barát. E műtárd népi együttes, Vörösvári Ákos rendezmű, és itt a Vörösvári Ákos melléknév, mint például a Varázsos. Szóval ez a rendezmű hozzám igen közel áll, mikor múlt pénteken egy álló napig itt lógtam Kinga és Ákos nyakán, próbáltam megjegyezni a vibráló és pukkadozóan komoly gazdagságot, persze nem sikerült, maradt az összbenyomás, de hát a magyar a részletekben lakik, ahogy a nem magyar is. Akik ez esetben nem mi vagyunk. Sőt, vogymuk. Bizonyos foki görbetükörben, bár lehet, hogy csak a konstelláció görbíts alakít ebben az elvarázsolt kastélyban. Nincs tükör görbételen, ha a ferde orrú valóság belenéz, és mindig ferde az orra, ezért valóság, Gogol egy nagy orosz író. Felkavaró és szórakoztató kiállítás sok mindenről szól, kinek többről, kinek kevesebbről. Számomra a fékeveszett látványmagyarkodás emlékműve is kritikája, érvényessége kurzusok felett és alatt áll. A néplélek gerjedt és szított nagy érzései nélkül nem lenne gics, és gics nélkül nem nagyon volna néplélek. A kollekció azt tárgyazza, hogy a trikolor, a nemzeti szimbólumok használata, hogy buzog túl, a helyes, hogy lesz röhelyessé, hogy naivitás és számítás, hogy járják át egymást, trendi a lelke mindennek, és hogy szorul az egész toposz hablagyba, új régi gicsbe. Mindez persze, hogy kihívja a blaszfémiát. Ennyi lajbizmus, nemzet túladagolás után a szelítségbe vegyül jó adag vitriol. És persze a szeretetet, e túlélt tárgyak iránt, akik nem tehetnek használóikról, le is váltak róluk, mi tárgyból, műtárgyá asszamblazsírozódtak. Tájunk nem csak térkép, és nem csak fölébünk szállunk, hanem alábunk.
Nincs hálásabb tárgy, mint mikor egy nép magáról beszél, békétlenkedik, testfedve önmarcangol, mikor szidja vagy ajnározza magát, tépi-tépő balsorsát, funda kávé kamanduka. Ritkán látni ezt ilyen művészi töménységben, ritkán vannak ennyire egy fedél alatta mi magyarok viselt dolgai. Úgy is viselt, amit tettünk, vagy nem tettünk, és úgy is, amit viseltünk, viselünk mindeközben, varotta sorkángabát, vörös lobogó gatya, stb. Nem könnyű egy kiválasztott népnek, s mint hogy minden nép kiválasztott, nem könnyű a népeknek. Hogy a magyarnak nehezebb lenne, nem tudom, nem voltam még nem magyar, némely le nem magyarozástól eltekintve. És nem is leszek. Az ember, ha magyar, ha nem, mindig nagyon jól tudja, hogy magyar. Én speciál rendületlenül, ha mostanság nem is épp lelkesen. Hogy valami kizárólag volna, azt nem szeretem gondolni. Ezért áll közel hozzám ez az ironikus szemlélet. Persze a hazafiságot meg lehet élni iróniamentesen is, az viszont tragédia. A szúrós szemű normatív hazafiságtól, mint kórképtől, pláne mint politikai terméktől engem a hideg lel. A reflektálatlanságtól. Sokkal inkább reflektál a hargitán. A magyar hol jobban, hol kevésbé igyekszik a magyart leírólag nem minőségjelzőként használni. Persze így is, úgy is, magyar virtus, szalámi, betegség, tenger, átok. A felsorolás meghaladja határainkat tengertől Rögöstúróig. Vagyok olyan szerencsés, hogy anyanyelvem az anyagom is, nekem a nyelv jelenti a kézzelfogható magyarságot. Egyébként azon, hogy magyar vagyok-e, pláne hogy mennyire, ritkán gondolkodom. Nincs identitászavarom, identitásom az anyanyelvem, azokkal, akiknek ez kevés, mármint a magyarság teljesítményem, nem tudok mit kezdeni, azok se velem, noha mi magyarok vagyunk, mely utóbbi nem akarok, nem tudnék, miért is kéne változtatnom. És bizony, hazafi is vagyok. Még ha érzem is a számba minden kimondáskor a szórakent szutykot, gánypasztát, de nem kell félni. A nyelv önmozgása, tisztulása roppant méretű, túléli a kis diktatúrákat, még az orwelli új beszélt is, de hol vagyunk még mi ettől magyarok? Tényleg, hol? Tessünk majd elmélázni a piros-fehér-zöld almacsutka előtt.